Vettem a Camdeni piacon egy világító Big Ben szobrocskát, amiben van egy beépített kvarcóra is. A szobor naponta 24-szer dallamot játszik, ami viszont nem a Big Ben eredeti harangjátéka, hanem Beethoven Fürelizének remix verziója. Talán még él valahol Kínában a mérnök, aki egy szomorú szerda délutánon megtervezte a világsztár áramkört, aminek egyetlen funkciója, hogy cincogó hangon játssza a Füreliszt. Ez az öreg mérnök szerintem a mikrochip tervezők Elvis Presley-e. A digitális történelem néhány évtizede alatt 10 milliószor másolták le az áramkörét. Így került bele minden második kaputelefonba, ékszeres dobozba és ébresztő órába. Ahogyan indítsd újra az univerzumot, egy Londonban élő magyar srácról szól, aki egy reggel arra ébredt, hogy Magyarország felszívódott. Eltűnt a térképről. És hát persze rögtön azt gondolja, hogy megbolondult. Teljes megzizzenés alatt azt értem, amikor óriás pókok másznak elő a sötét sarokból, és nem hagynak nyugodni többé. Vagy mondjuk a barátaid felett testrabló földön kívüliek veszik át az irányítást, és mindenki gyanússá válik, vagy felcserélődik a fent meg a lent, és zuhanni kezdenek a dolgok, és így tovább. Az volt fontos, hogy a sztori érintse a Londonba emigrálás témáját, és emellett legyen benne egy olyan science fiction vonal, ami egyszerre izgalmas, és ne adj Isten provokatív. És hát mivel a regény eléggé nyomasztó kérdéseket vet fel a létezéssel kapcsolatban, ezért fontos volt, hogy egy jófajta fekete humort is tartalmazzon. Hallottam egyszer egy nőről, akihez mindenki kutyanyelven kezdett beszélni a munkahelyén egy virágillatú tavaszi reggelen. Wow! 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 Valójában a munkatársai továbbra is emberi nyelven beszéltek hozzá, viszont minden feltett kérdésre a nő hangosan azt felelte, wow! 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 Lejárt a vírusírtó licensza a fejében. Akkora agyvérzése volt, mint ide lacháza. Az egyik tesztolvasó azt mondta, hogy a galaxis utikalaus topposoknak emlékeztette őt, csak éppen szimuláció témára, aminek nagyon örültem, mert Douglas Adams hangja mindig inspiráló volt számomra. Lehet, hogy ez itt nem a valóság, de mindenképpen valami csongor. Valami izé. Egy szimuláció. Itt vagy benne te, és itt vagyok benne én is. Most még itt vagyunk. Azt nem tudom, hogy az őrző elbukott-e, de te még biztosan nem buktál el. Elvégre most is itt beszélgetünk, nem igaz? A főszereplő perspektívája és az ő érzései határozzák meg az olvasó élményét. Elkezdődött valami sírásféle a torkomban. Nem tudom megmondani, hogy az álomból visszamaradt hiányérzet, vagy a világ közelgő pusztulása okozta. Leginkább mindkettő. Sajnáltam magamat. Sajnáltam mindenkit. Sajnáltam, hogy mindannyian mesterséges intelligenciák vagyunk, és azt, hogy idővel egyre több dolog törlődik belőlünk, és kétségbe esetten igyekszünk tovább funkcionálni. Sajnáltam, hogy belőlem is annyi minden törlődött az évek során. Nem a szimuláció kifogyóban lévő energiája miatt, hanem amiatt, hogy egyszerűen ez van. Telik az a rohadt idő, mi pedig elfelejtünk dolgokat. Kevésbé hiszünk már bennük. Bezárkózunk. A kötet először a Margo Fesztiválon lesz kapható október 10-e és 13-a között.